Dicsértessék a Jézus Krisztus! Bátor Boton Pálos szerzetes vagyok, és elérkezett az a pillanat, amikor szeretnénk hálánkat kifejezni, ezért az imaláncért, amely a megtérést és a megújulást szolgálja. Ebben az időszakban, négy héten keresztül, Különböző szándékokat fogalmaztunk meg, egészen a magzati élettől az időskórig. Hiszen az ember életében különböző nehézségekkel, problémákkal és gondokkal kell szembenézni. Már a magzati korban is. A sok tanulságtétel, tanítás, visszatekintés az életre, azt gondolom, hogy mindenki számára Egyfajta megerősödést, és az élet megtervezésében sok kegyelmet és erőt tudott adni. A hálánk és a köszönetünk elsősorban a Mindenható Istennek szól, aki sok-sok embert összekapcsolt ebben az imaláncban a boldogságos Szűz Mária, aki nagyon sokszor, mint bogoldó szűzanya jelenik meg az életünkben. Az életünk különböző fázisa, fázisaiban megtapasztalt gubancokat ő kioldja, gyermekkorunkban, fiatalkorunkban, felnőtt korunkban, időskorunkban, és ahogy említettem, a magzati életben is. Neki is köszönjük, hogy mellettünk volt, anyai szeretetével, gondoskodásával. Természetesen hálásan köszönjük főegyházmegyénknek, főpásztorunknak, Gergely atyának és az ő segítő társainak, akik szintén bekapcsolódtak ebbe az imaláncba. Támogatásukkal, imádságukkal. Köszönjük a Mária Rádiónak, a Mária Rádióban dolgozóknak, és különösképpen Karácson Tibor atyának, aki az imalánc mellé állt, és a Mária Rádiónak vezetőjeként szívén viselte az imaláncnak a feladatát. Köszönjük Szűcs Tímeának a fáradtságos munkáját. Köszönjük a Romkat Pont. Ró oldalon tevékenykedőknek a segítségét. Ciple Hanna, Hanna Gerdának, Jóisten, adjon sok-sok kegyelmet a további munkában a Facebook oldalnak a kezelésében. Sokan készítettek videókat. Köszönjük nekik, hogy elkészítették ezeket a videókat. És egyáltalán mindenkinek hálásan köszönjük akik részt vettek ebben az imaláncban. Köszönetet mondhatunk még a Medjugorjai Ima Csoportnak is, és Regina nővérnek, aki lelkesen összefogta és elindította ezt az imaláncot, sok embert oda tudott állítani ennek a csodálatos feladatnak a végzéséhez. Kedves testvérek, természetesen az imádság tovább folytatódik. Mindenki otthon, a maga módján, débányai közösségben. Megtapasztaltuk, és ezután is meg fogjuk tapasztalni Isten végtelen szeretetét, erejét, amely az imádságon keresztül különösképpen is megragadható. Köszönjük a kedves hallgatóknak is, hogy velünk voltak, és kérjük, maradjanak továbbra is azokon az internetes fórumokon, ahol segítséget kapunk az Isten felé vezető úton. Szeretettel búcsúzom a Hargita fürdői Pálos Kolostorból, Bátor Botond Pálos szerzetes. Dicsértessék a Jézus Krisztus!